Majdnem biztos, hogy még a nyáron, de legkésőbb szeptemberben emelkedni fog a liszt ára. Ezt mondta híradónknak a Hajdú Gabon, a ZRT elnök vezérigazgatója. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt csökkent az étkezési gabona mennyisége, ezért emelkednek az árak. Szakértők szerint az év hátralévő részében 5-10%-kal drágulhatnak az élelmiszerek. Bevetésre készen egymás után sorakoznak a gépek ezen az udvaron. Sáros kerekek jelzik, hogy hatalmas esőzések hátráltatták az idei aratást. Ez pedig a korábbi asszállyal kiegészülve súlyos károkat mért az idei búzára. A jó minőségű termésára megemelkedhet, ami könnyen láncreakciót indíthat el. A lakosságot annyiban mindenképpen érinteni fogja, hogyha nyilván mozdulni fog a liszt ára valamikor augusztus-szeptember hónapban, akkor teljesen biztos, hogy a kenyérnek az ára is el fog indulni, és az is magasabb lesz. Olyan gazdálkodó is akad, aki gabona termelése harmadát már biztosan nem tudja a malmoknak eladni. A betárolt gabonánknak kétharmada az malmi minőség, ez az a mennyiség, amely egyáltalán nem kapott esőt, viszont az elmúlt egy hétben lehullott több mint 80 mm csapadék, ami a gabonánk egyharmadát érinti, sajnos ott a minőségünk már a malmi kategóriának nem felel meg. Megkerestük a Magyar Pékszövetséget arról érdeklődve, hogyan épülhet be a kenyér árába egy esetleges lisztár emelkedés. Septe József elnök azonban azt mondta, mivel még nincs vége az aratásnak, nem bocsátkozna találgatásokba. Jelen pillanatban, jelen tudomásom szerint a sütőipar nem kapott semmilyen jelzést a malomipartól arra vonatkozóan, hogy emelkedhetnek a lisztárak. Én nem tudom, hogy indokolja-e ezt valami, hogy a lisztárak emelkedhetnek. A lisztárának emelkedése tehát még nem biztos. Számos élelmiszerért azonban már most mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, mint egy évvel korábban. Szokásos felmérésében a privátbankár.hu is kiemelte. Sok élelmiszer ára emelkedett egy év leforgása alatt. Az alma például 95%-kal kerül többe, mint tavaly júliusban. Híradónknak a privátbankár.hu főszerkesztője azt mondta, a koronavírus okozta munkaerőhiány is tovább emelheti az árakat. Az élelmiszerárak trendje, mivel folyamatosan meghaladja az átlagos infláció, az egyébként is emelkedő átlagos infláció mértékét, ezért változóan ez a későbbiekben is így lesz. Talán a kétszámjegyű áremelkedést azért nem fogjuk elérni, de egy 5-10% közötti áremelkedésén a következő hónapokban is számítok az élelmiszerárak terén. Gáspár András szerint az áremelkedés elsősorban a nyugdíjasokat érintheti rosszul, illetve azokat, akik a koronavírus miatt vesztették el munkájukat.